Jó estét kívánok! A Múzsa magazin január 29-i adásával jelentkezünk. A mai műsorban felidézzük a Magyar Kultúra Napjának egyik fontos eseményét. Január 22-én együttműködési megállapodást kötött egymással a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár és a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Közhasznú Kft. Kecskeméti Alkotóháza. Illeszgető címmel nyitott kiállítást a Kecskeméti Fotókör a Kisfotó Galériában. Megtartotta idei bemutatóját a Vastaps Produkció nevű felnőtt amatőr színtársulat. Háj János a Herner Ferike Faterja című groteszk kultúrjátékát Nagy János rendezésében mutatták be a Kamara Színház színpadán. A műsor vendége Jámbor Zsolt, a Magyar Kodály Társaság kecskeméti tagcsoportjának vezetője lesz, akivel az Itzés Mihály zenetudós emlékére szervezett hangversenyről beszélgetek. Ez a mai kínálatunk, kérem, hogy tartsanak velünk. A Művésztelep 110 éves jubileumának jegyében szervezte meg a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár a Magyar Kultúra Napjának ünnepi programjait január 22-én. Alkotó délután szerveztek a gyermekeknek, együttműködési megállapodást írt alá a megyei könyvtár és a Műkerti Alkotóház, és kiállítást nyitottak a Folyamat Társaság művészeinek munkáiból. Gyermekeknek szervezett alkotó délutánnal kezdődött a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett programja a kecskeméti textilművészeti alkotóműhely művészeinek irányításával. A programban 17 órától a 110 évvel ezelőtt létesített kecskeméti művésztelepre emlékeztek. A művésztelep részeként épült meg 1912-ben az az alkotóház, amely ma is a művészek szolgálatában áll. Az intézményt ma a MANK, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Üzemelteti. Képviseletükben Tardi Molnár Anna ügyvezető igazgató írt alá együttműködési megállapodást Tramháb Máriával, a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár igazgatónőjével. Úgy gondoltuk a kecskeméti Katona József könyvtár vezetésével, hogy ha összefogunk, akkor nagyobb erőt tudunk kifejteni abba az irányba, hogy mindazt az értéket, amit például a kecskeméti alkotóházban teremtenek a művészek, ezt mind nagyobb térben és mind nagyobb közönség számára tegyük elérhetővé és láthatóvá. A mai ünnepség is kiválóan például egy remek kiállításokat lehet ebben a térben rendezni. Másfelől a könyvtárnak a kulturális missziója az nagyban hasonlít arra, amit mi is vallunk a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft.-nél. Nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a fiatalokra, a legifjabb generációk bevonzására, kultúrával való megismertetésére. Ebben egyezünk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél több alkalmat tudjunk keríteni arra, hogy találkozzon művész és gyermek, műtárgy és néző, azért, hogy legyen közük a műalkotásoknak a nézőkhöz és ahhoz a befogadó közeghez, ami értelmet tud adni az alkotási folyamatnak. Mindezeket a célokat együtt szeretnénk a következő időszakban kifejteni és kidolgozni. A Magyar Kultúra Napja alkalmából a könyvtár nagytermében kiállítást rendezett a neves fővárosi művészekből álló, csaknem 30 éves múltra visszatekintő Folyamat Társaság. Ennek apropójáról kérdeztük Tardi Molnár Annát. A legfontosabb apropója az, hogy ők rendszeres vendégei a Kecskeméti Alkotóháznak. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy idén, januárban nem csak a Kultúra Napját tudjuk együtt ünnepelni, hanem a Kecskeméti Alkotóházunk alapításának 110. születésnapját. 110 éve kezdeményezték az akkori polgármesternél, Kada Eleknél, hogy legyen itt a kultúrának egy új otthona, a művészeknek egy új háza, és hát hál' Istennek értőfülekre lehet a kezdeményezés, és nem csak egy házat, hanem egy egész művészeti negyedet kaptak itt Kecskeméten a művészek. Úgy gondoltuk, hogy azokkal a legjobb ezt megünnepelni, a 110 évet is, és a magyar kultúra virágzását is, akik űzik, és akik élvezik ennek a háznak a vendégszeretetét rendszeresen. Joggal föltehető a kérdés, vajon a kiállításokon kívül miben lehet gyümölcsöző az alkotóház és a könyvtár együttműködése?
Nem csak lehetőségét, hanem szükségét is látom annak, hogy ez egy egész éves és több éven keresztül fönnálló rendszeres kapcsolat legyen. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a megszületett értékeket be tudjuk itt mutatni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy mind azokat a fogásokat, azokat a módszertanokat, amiket mi már a Szentendrei otthonunkban bevezettünk, és nagyon nagy sikerrel űzünk, azokat ide is el tudjuk hozni. Nagy szerencsénkre a könyvtár vezetése partnernek látszik abban, hogy itt is megvalósítsunk néhány művészetpedagógiai foglalkozást, hogy itt is létrehozzunk alkotó és néző találkozókat, és hogy itt is tudjuk népszerűsíteni azokat az értékeket, amik az adott évben megszületnek, akár az alkotóházban, akár máshol az országban. Az is érdekelt bennünket, hogy a város peremén lévő alkotóházat kinyitják-e az eddigieknél jobban a nagy közönség előtt. Az alkotóház nyitva van, szeretettel várunk mindenkit, aki esetleg csak az épület szépségért vagy különlegességért jönne, de azt hiszem, hogy az már egy szimbolikus jelentőségű alkalom volt, amikor például a tavalyi évben 650. évfordulójára a városnak kitártuk a kapukat, annyira kitártuk, hogy megtöltöttük az udvart és a házat is gyermekprogramokkal, foglalkozásokkal, közös élményekkel, tehát ezzel is szerettük volna azt mutatni, hogy itt egy új korszak kezdődik, keresni fogjuk azokat az alkalmakat, amikor meg tudjuk invitálni magunkhoz akár a családokat, akár az alkotás iránt érdeklődő helyieket. Mi mindig nyitottak leszünk minden érdeklődő számára. Az együttműködés feltételeinek okiratban, közös megállapodásban való rögzítése Ramháb Mária igazgatónő ötlete volt. Mondhatjuk így is, de nagyon együtt gondolkodtunk ebben, mert ahogy én felvetettem, hogy talán a mai napot elvihetnénk egy tartósabb együttműködés irányába is, ez azonnal nyitott készségre talált, és már a szöveget úgy kaptuk, hogy tulajdonképpen teljesen együtt gondolkodtunk, és nem is kellett nekem ahhoz túl sok mindent hozzátenni. Tehát én úgy gondolom, hogy mi nagyon régóta egyébként ismerjük egymást, közösen dolgozunk, és ilyen, igaz, hogy nem ilyen keretek között, hanem elsősorban Nemzeti Kulturális Alapnál, de hát ez egy jó érzés, amikor az ember azt tapasztalja, hogy valami szinte egyszerre pattan ki a fejünkből, és ráadásul tartósnak szánjuk. A könyvtár sokat tud profitálni az együttműködésből, és nem elsősorban a kiállítások számának növelésével. Ismert, hogy nekünk rengeteg programunk van, ezért mi nagyon ritkán tudunk a nagy terembe kiállításokat tartani. Mi sokkal inkább arra készülünk, hogy azokkal a fiatalokkal, sőt remélem, hogy felnőttekkel is, olyan típusú kis közös alkotó körök tudjanak itt a könyvtárba is létrejönni, akik időnként találkoznak a művészekkel, mint ahogy ez volt éppen ma délután is. Tehát pillanatok alatt ráhangolódtak a gyerekek, pedig 5 különböző iskolából voltak, hogy művészek vezetésével, éppen csak egy-két segítségével, hogyan tudják saját magukat kibontakoztatni. Ilyenkor nekünk az a feladatunk, hogy ezeket a gyerekeket a foglalkozás után is itt tartsuk, és természetesen szélesebb körben is próbáljuk meg őket bevonni. Mondanom se kell, hogy mibe, az olvasásba, a művészetek iránti érzékenységbe, tehát ez egy nagyon gyümölcsöző együttműködésé tud válni. Ramháb Mária is évi több alkalommal számol, ahol a közönség és az alkotóházban dolgozó művészek találkozhatnak egymással. A mi együttműködési megállapodásainkat éppen az jellemzi, hogy ezek élőek, tehát nem azért kötünk ilyen megállapodást, hogy utána megfeledkezünk róla, hanem pontosan azért, hogy legyen az, ahol lefektetjük a közös szándékunkat és a közös felelősségünket. Tehát én biztos vagyok abban, hogy szorgalmazni fogjuk mi is, de az alkotóház is azt, hogy ebből legyenek olyan alkalmak. Természetesen nem akarjuk ezt folyamatosan erőltetni, amikor egy-egy új téma vagy egy-egy új érdeklődő kör megjelenik, vagy új technika például, akkor biztos, hogy megpróbáljuk. Már most megszületett az a ígéret, hogy a gyerekek számára teljesen újdonság volt a bőrrel való foglalkozás, úgyhogy már most kaptunk arra ígéretet, hogy lesz egy ilyen bőrös foglalkozás. Tehát nem feltétlen kell ezt mindig valamiféle eseményhez kötni, hanem azt hiszem, hogy vinni fogja majd a közös érdeklődés is. Az együttműködési megállapodás aláírási ceremóniáján, illetve a folyamattársaság kiállításának megnyitásán
a kecskeméti művészekből álló zönge zenekar működött közre. Illesztgető címmel tematikus kiállítást nyílt Kecskeméten a Kisfotó Galériában január 23-án a Kecskeméti Fotókör tagjainak munkáiból. A kör vezetői a gondolkodás elindítására Kormányos Sándor Illesztgető című négysoros versét tűzték ki feladatként. Egy törött világ darabjait illesztgeti a csendem. A bohóc, aki én vagyok, ma sírva fakadt bennem. A Kecskeméti Fotókör új kiállítására 14 alkotó 18 művét válogatták be. A témát Kormányos Sándor Illesztgető című négysoros versét a Fotókör tagjai belső pályázat keretében a maguk által gyűjtött verskínálatból választották ki. A kiírás szerint a készítendő fotó alapja lehetett maga a cím, a vers egy kiválasztott sora vagy a teljes mű is. A Fotókör tagjainak fejében így aztán igen változatos látványvilág fogalmazódott meg. A tematikus tárlattal a kör vezetői azt szerették volna elérni, hogy a javarészt amatőrökből álló tagság ne csak a véletlenszerűen talált képekből építkezzen, hanem tudatosan komponáljon képet a megadott témára. A tárlat megnyitására Nagy István, a Szentesi Fotókör vezetője vállalkozott. Mi is törekszünk arra a fotósokkal, hogy valamilyen koncepció alapján készítsünk el képeket, hiszen ez sokkal érdekesebb és sokkal magában ragadóbb, amikor egy olyan gondolatfüzérre, egy gondolatfonára vannak fölfűzve az alkotások, mert akkor ezt talán a befogadónak is sokkal könnyebb megérteni, mint amikor egy ilyen csoportnak egy össze-vissza mindenkinek a idézőjelbe, tehát legjobb képét látja egy kiállításon, az is jó, de ez azért érdekesebb. A kötött tematika lehet nagyon inspiráló, de távol is tarthatja azokat a fotósokat, akik vagy idő, vagy kellő önbizalom hiány szívesebben fotózzák a véletlen által fölkínált fotótémákat. Nem mindenki szeret így alkotni. Van, akinek kialakult koncepciója van, van, akinek akár egy adott témaköre van, amire ő szeret dolgozni, vagy olyan munkákat csinál, ami egy adott témakörbe, például csak akár azt mondani, hogy egy akt, vagy bármilyen művészeti ágban dolgozik a fotoművészeten belül. Ez azért már úgy távol teszi attól az illetőt, hogy most ilyen dolgokat találjon ki. De a játék része az viszont nagyon jó, és ettől is érdekes ez az egész, hogy inspirálja az embert arra, hogy vegyek részt gondolatilag, hogy tudok ebbe a gondolatba képeket megfogalmazni, mit tudok csinálni, mi az, amivel én esetleg több tudok lenni, mint a többiek, és ettől érdekes. Nagy István beszélt arról is, hogy a saját fotós gondolkodásmódjához milyen képek állnak a legközelebb. Ami talán egy kicsivel több, mélyebb gondolatokat ad vissza, tehát hogy ezek lettek benne az érdekesek. De a megközelítés meg nagyon jó, hogy versorokra is vonatkozhatott a megközelítés. Tehát azt jelenti, hogy valaki a bohócot dolgozta ki, valaki a széttörtet, valaki azt, hogy hogyan illesztek be a töredéket, és hogy teszem a töredékkel egy egészé, akár hogy a töredéken keresztül egy szem visszajön a képben. Tehát ez mind érdekessé teszi. A kötött tematikájú feladatra másként kell készülni, előre el kell döntenie az alkotónak, hogy mit is szeretne lefényképezni. Az ilyen kreatív kihívás hatékonyan képes fejleszteni a fotós látásmódot, és ez egybeesett a tagság többségének szándékaival is. Neked mi volt a víziód ennek a versnek a kapcsán? Én az egész versre érzelmi oldalról próbáltam megközelíteni. Ennek megfelelően a fényképem is inkább egy gondolatvilágot próbált, ezt a borongós dolgot, de ugyanakkor beleraktam a képbe a törött tükröt, mint a törött belső embert, mellé egy hölgy, aki próbálja illeszgetni a helyre a tükörnek, a világnak egy darabját, de ugyanakkor a kéztartása, a másik kezének a tartása pedig olyan, mintha akár az erejét is próbálná fölvágni ezzel az üveglappal. A másik fényképem az egy önarckép tulajdonképpen. Ez egy rögtönzött kép volt, ugyanis amikor végeztünk a fotózással, láttam számítógépen a készképet, illetve a majdnem készképet, és mentem föl tulajdonképpen elpakolni a felszerelést. Megláttam magamat a tükörbe, és akkor onnan jött az ötlet, hogy akkor magamról is csinálok egy önarcképet, és ezt önkioldóval a digitális fényképezőgéppel készítettem. Elsőre természetesen nem sikerül, mert ugye a fókusztávolságot belőni, kitalálni, hogy mennyire kell közel hajolni, mennyire távol, 10. képből körülbelül meglett, amit szerettem volna.
hogyan jutott el a készképig, miután megismerte a verset? Hát lehetett választani a vers 4 sorából is, illetve egy sorát is ki lehetett választani, vagy a vers egészét. Hát én a vers egészére asszociáltam, és ebből készítettem a két képemet. Ez a nyugati pályaudvaron készült, és a fények úgy estek a üvegre, hogy egy ilyen érdekes alakzatot hoztak ki, és olyan, mintha meg lenne törve az üveg, tehát a törést próbáltam én ezzel bemutatni, de igazából ezek nem törött üvegek, csak a hatás lett olyan. A másik képen viszont színes ceruzákat látok. Hát az konkrétan az csak egy illeszgető, tehát a címnek, vagy a versnek a főcímére gondoltam az illeszgető össze, illesztettem a színes ceruzákat. Mennyire tartotta jó ötletnek, hogy nem azt fotóznak erre a kiállításra, amivel éppen szembe találkoznak, hanem van egy konkrét tematika. Járható út ez? Igen, néha kell, hogy járassuk az agyunkat és elgondolkodjunk, mert csak úgy spontán fényképezni az úgy egyszerű. Tehát egy adott témára ez egy feladat, hogy kell az embernek használni a kreativitását, meggondolkodni kell hozzá. Nagy Krisztián nem csak fotográfusként vett részt a tárlaton, de a fotókör vezetőjeként felelősséggel is tartozik a tagság felé. Falon az anyag, mennyivel vagy elégedett azzal, amit végül is összejött erre a kiállításra? Az egész kiállítás, illetve inkább úgy mondom, hogy az egész fototémánk csak egy egyszerű fototémának indult, de aztán a versnek az egész megérintett annyira a csapatot, hogy a végén lett belőle egy kiállítás, tehát onnan kezdve, hogy csináljunk egy-két képetből, végül egy egész jó kis tárlat lett. A január 23-án megnyílt tárlat körülbelül 2 hónapon át, március végéig látogatható a kis fotógalériában, az üzlet nyitvatartási idejében. Február 1-én 19 órai kezdettel emlékhangversenyt szervez a Magyar Kodály Társaság kecskeméti tagcsoportja a tavaly elhunyt zenetudós dr. Iccés Mihály emléke előtt tisztelegve. Vendégem ma a kecskeméti tagcsoport vezetője, Jámbor Zsolt. Szervusz, köszöntelek! Szervusz! Zsolti, azt tudjuk valamennyien a tanár úrról, hogy kiváló zeneértő és zenetudós volt, viszont nem volt zeneszerző. Hogyan áll össze ennek az emlékkoncertnek a programja? Hát az emlékkoncert programja, ez olyan művekből áll, olyan művek alkotják itt a műsort, amelyek neki valamilyen módon a szívéhez nőttek. Természetesen Kodály Zoltán lesz a zeneszerző mindegyik műsorszámnál, de amelyek valamilyen okból kifolyólag az ő szívéhez hozzánőttek. Így van ez az első vonós négyessel, amelyet ő különösen szeretett. De vannak olyan művek, amelyeknek inkább a felfedeztetésében játszott nagy szerepet, hogy nagyon sok felkérést adott például Szegedi Ildikónak az Angyalkert megtanulásával, ha jól tudom. Ez a gyönyörű gyermekkar sorozat ezért van benne most a műsorban, de ugyanígy a dalok összeállításánál neki nagyon, nagyon fontos munkássága volt az, hogy koncertek műsorát összeállítsa. Ez egy nagyon-nagyon kényes feladat, mert ő nagyon pontosan tudta, hogy mi mihez és mi miért illik, és ezeket a koncerten ő nagyon pontosan el is magyarázta. A dalok része, de ugyanígy kapcsolódik hozzá a cselló irodalom, bár itt azt hiszem a szereplőknek személyes érintettsége miatt is vele való találkozásban ez is nagy szerepet játszott, hogy éppen a Szonáta Gordonkára és Zongorára című mű is sorra kerül. Ezen kívül külön kérés volt itt a család részéről, hogy a Cantus Nobilis kórus énekelje el a Szép Könyörgés című Balassi Bálint versre íródott vegyeskart. Ez nyilván azt hiszem, hogy ide nagyon illő ehhez a mai, vagy ehhez a pénteki programhoz. Tehát ezek szerint szintisztán Kodály műsort fogunk. Szintisztán Kodály műsor, amelyet hallani fog a közönség, és még egyszer, mindegyik valamilyen módon, akár a mű, vagy akár annak előadása valamilyen módon kapcsolódik Iccés tanár úr személyéhez. A Kodály vonós négyest, az Antantinust, illetve a Cantus Nobilist említetted, de minden bizonnyal lesznek még mellettük, hiszen beszéltél csellistáról, meg zongoristáról. Így van. Ők kicsi. Zongorázni is fog Madarász Éva, jól ismerjük őt. Ő a 7 zongora darabból játssza el a székely nótát.
Itt lesz közöttünk nagy örömünkre Szabó Péter csellóművész, ő a fesztivál zenekar szóló csellistája, kiváló, nagyszerű művész, akinek személyes kapcsolata is van Itt és tanár úrral, hiszen az édesapja kiváló zeneszerző, és az ő munkásságának segítésében, illetve ennek a munkásságnak a feltérképezéséhez Itt és tanár úr óriási segítséget adott a róla megjelenő könyvnek, és Szabó Péter természetesen ezért van itt, és itt lesz itt lesznek énekesek, Rajk Judit és Klézli János énekművész, akik nyilván a dalokban működnek. A dalokban fognak közreműködni, Madarász Éva közreműködésével, és itt is vannak olyan műsorok, amelyeket tanár úr állított össze, és ezekből egy kis válogatás lesz majd a péntek estén. A plakát azt ígéri, hogy megszólal majd emlékeit megosztva Icésnél Kövendi Kata és az előadók. Ez azt jelenti, hogy mindenki beszél Icés Mihályhoz fűződő korábbi kapcsolatáról? Igen, Katinének ez volt a gondolata, hogy mi lenne, hogyha ő moderálná a koncertet, és elmondaná, hogy mi miért van benne a koncertműsorban. Nyilván egy picit részletesebben és szakavatottabban, mint ahogy én most a rövid idő miatt megtettem. Illetve megszólaltatja azokat a művészeket, akik ott játszanak. Na most én úgy gondolom, hogy ez nem egy hosszú beszélgetésre kell számolni, hanem ez néhány mondatos emlékfelidézés tulajdonképpen. Amikor tanár urat eltemették, akkor tulajdonképpen lehetett ott adakozni koszorú megváltás formájában. Ebből a forrásból állt össze a koncert? Igen, ez a család kérése volt, hogy koszorú csak a nagyobb intézmények, mert hozzanak, és hogy koszorú megváltásként egy számlára be lehetett fizetni, és ebből összejött pénzből finanszírozzuk ezt a koncertet, de azért el kell mondanom, hogy ez a pénz, még ha sokan is adakoztak és nagy lelkűek voltak, azért ez a töredéke annak, mint ezeknek a művészeknek a fellépti díja, tehát a művészek egy része nem is fogadott el pénzt, más részük pedig, még egyszer mondom, a töredékért jönnek el, úgyhogy mások is tettek más felajánlásokat a koncertek kapcsolatban, amit így közösen köszönnék meg minden felajánlónak. Ők nagyságrendileg hányan vannak? Úgy értem, azok a támogatók, akik nem ezen a bizonyos koszorú megváltáson, hanem azon kívül járultak hozzá ennek a koncertnek a költségeihez. Hát a koncertek költségeinek a támogatók rajta lesznek a műsorfüzetben. Rendben van, ez egy nagyon-nagyon dodonai válasz. De ez olyan 80 és 100 között van, akik adokoztak intézményekkel, magánszemélyekkel, és természetesen azoknak is köszönjük, akik a munkájukkal járultak hozzá ennek a koncertnek a létrejöttéhez. Hírül vettük, hogy készül egy budapesti emlékkoncert is. Ezzel indokolható, hogy ugyan a belépés az díjtalan, de adományokat elfogadnak most is a mostani koncerten. Így van. Ez azért szeretnék nyilván Budapesten is hasonló módon megrendezni ezt a hangversenyt. Lehet, hogy nem pont ugyanezzel az előadói gárdával, helyet adva azoknak, akik még szívesen játszanának, mert sokkal többen ajánlották föl a játékukat. Azért is, mert ugye a Kodály Társaságnak, a Művészeti Akadémiának mégiscsak Budapesti a székhelye, és Budapestről többen ide nem tudnak lejönni, főleg az útviszonyok, mostani útviszonyok miatt, és ezért gondoltuk úgy a Magyar Kodály Társaság elnöksége, hogy május hónapban szeretnénk egy hasonló koncerttel Budapesten is tisztelegni tanár úr emléke előtt. Zsolti, köszönöm, hogy elmondtad mindezeket, önöknek pedig hát azt javaslom, vagy azt kívánom, hogyha fejet akarnak hajtani Icés Mihály emléke előtt, akkor legyenek ott február 1-én 19 órától az új kollégiumban a tiszteletére rendezett emlékhangversenyen. Köszönöm, hogy befáradtál hozzá. Én köszönöm a lehetőséget. Január 27-én megtartotta idei első bemutatóját a Vastaps Produkció nevű felnőtt amatőr színtársulat a Kamara Színházban. Nagy János rendező vitte színre Háj János a Herner Ferike Faterja című kultúrjátékát. A szókimondása miatt csak 16 éven felülieknek ajánlott darab vaskos humorral beszél a társadalmunkat feszítő gondokról és a kultúrálatlanság riasztó, időnként kétségbeejtő mértékéről. Olyan helyeken laknak,
vannak, ahol egész éjjel zúg a fejük, minthogyha egy metró járna az agyadban, érted? Minthogy egy vaskerék taposnált az agyvelődön, érted? Aztán egy kis csönd, aztán megint. Van-e az életnek értelme? Mi lesz velünk egy év múlva? Előre meg van-e írva a sorsunk, vagy van lehetőségünk beleszólni az életünk alakulásába? Ezekről a kérdésekről moralizál egy zsákfalu árokpartján szerszámaira támaszkodva három közmunkás, akik az állami segélyért dolgoznak, tele éles látással és vaskos, olykor obszcén humorral. Olyan, mintha az ismerőseink volnának. Tulajdonképpen az ország bármelyik vidéki településén járhatnánk. A darabot a közeget jól ismerő Háj János írta, akitől már nem először választott művet Nagy János rendező. A házasságon innen és túl után Háj Jánostól kaptam egy olyan szövegkönyvet, ami egy dalszövegkönyv, és azt, tehát látott róla egy kis videót, és azt tanácsolta, hogy ha van kedvem, akkor ezt csináljam meg. És valóban hozzá is, zene nincs még hozzá, kezdtem, hogy elolvasok mindent Hájtól, hogy készüljek erre az új házasságon innen is túl, ami zenés, élő rock zenével képzelem el. És így találtam. Valójában letettem, visszavettem, és azt mondtam, hogy hát ezt most meg kéne csinálni. Az előadás dramaturgia egyben az egyik fontos szereplő, Banda Lajos megformálója Sárosi Gábor volt, akit szintén telibe talált Háj János drámája. Nagyon mélyen megérzi és átérzi azokat a figurákat, akiket megír, és ezáltal nagyon jól játszhatóvá is válik ez a dolog. Én úgy gondolom, hogy a dramaturgiai munka, amit ezzel a drámával, a nyers drámával végeztem, az elsősorban arra irányult, hogy az általunk elbírható mennyiségű szöveget és játékidőt keretbe foglaljuk, vagy hogy leszűkítsük ezt a darabot, hiszen nem tudunk két nagy felvonást még végezni, nem vagyunk ilyen értelemben egy professzionális kőszínházi társulat. Tehát nekünk az a célunk, hogy egy rövidebb, egy szűkebb keretben, de abból a legtöbbet és a legprofibbat hozzuk ki. És az elsődleges cél az volt, hogy próbáljuk megtartani a teljes szövevényességét, filozófiáját, gondolatiságát a darabnak, de mégiscsak szűkítsünk ezen az egészen. Én nem szoktam a TSZ-ből semmit, tápot az azt, hogy végképp nem, én tudom, hogy mi a közös, az, hogy az nem az egy. Nem az! A Herner Ferike faterjában veszélyesen romlott helyzet ábrázolódik, ahol már végképp eltűnik az esély a normális életre. Már nincs valódi tét, a párbeszédek rendre önismétlők, nemigen vezetnek sehova. Ez közismerten nem egy cselekményes darab. Tehát meglehetősen sok statikus helyzet van benne. Nem tartottál attól, hogy amatőr színjátszókkal gyakorlatilag megoldhatatlan, mesterségbeli értelemben? Hát azért nem, mert ugye azért nagyjából ismertem már a játszókat, és hát azt gondoltam, hogy ha bele tudom én is tenni azt az energiát, ők ezt át tudják venni, akkor olyan belső feszültséget tudok teremteni, ami leköti a nézőt, és az, hogy most statikus, vagy az, hogy most lapától valóban, vagy nem lapától, az mindegy. A darab létfilozófiai fejtegetései Rendre Herda Pityutól indulnak, akit a három közmunkás közül a legélénkebben foglalkoztat az élet értelme, a lehetséges jövő, illetve a jelen abszurd értelmetlensége. Az előadásban nagyon tömören, kevéssé cizelláltan és ellentmondást nem tűrően fogalmazódik meg a szerző álláspontja, hogy esély sincs a változásra. Herda Pityut Terecskei Giuseppe személyesíti meg a kecskeméti változatban. Le kell szögezni, hogy ezek nagyon intuitív személyiségek, tehát ösztönösen cselekednek, gyakorlatilag minden nap életünkből is elő lehet húzni, én is egy kis faluban élek, ahol gyakorlatilag ezek a történések megtörténnek. Nehéz volt, mert a három szereplő közül azért nekem kell legjobban elgondolkodni, és szerettük volna, hogyha ez úgy jön át, hogy azért elgondolkodnak itt a nézők is ezen a dolgon, és nem csak a poénkodás és a vidámság, hanem azért rengeteg áthallás van ezekben a dolgokban, és hogy egy kicsit azért felébresszük ezt bennük. Nem lehet, a rendőr az rendőr, ő pedig a rendőrnek a felesége. Egy banális baleset áll a közmunkások beszélgetéseinek középpontjában. Nem maga a történet vagy annak elmondása, hanem a belőle áradó reménytelenség az, ami dominál. Amikor ezt Háj megírta 2002-ben, ha jól emlékszem, akkor
az a furcsa, hogy gyakorlatilag még mindig időszerű, és akkor sem volt ez másként. Jó lenne, hogyha ezeket a trágár kifejezéseket kicsit eltüntetnénk a mindennapokban is. Itt most egy kicsit kiéltem magam. De ezt nem lehet finomkodva eljátszani, hát abban ugye egyetértünk. Ebbe bele kell állni, igen, így van. Mit csinál? Mit? Elmondom a fatalomnak, hogy verekedtek! Mit mondasz el neki, te eltelt is senki házik? A három közmunkás eljátsza a darabban a saját szüleit, illetve egykori gyermek önmagukat is. Ennek megvalósításához bábszínházi elemeket is használt a rendező. Tulajdonképpen ugye ez kettős tükör, van egy tükör a nézők felé, és van egy belső tükör, és ez a belső tükörnek a vetülete, amikor ők filozofálnak, és ahogy ők értelmezik a körülöttük lévő bulvár, vagy olyan ízű, fölnagyított történéseket, akkor azt gondoltam, hogy ez a tükör nagyon-nagyon kemény abban, hogy ma itt tart a kultúránk. Az egymás közötti apró beszélgetések, falvakban, zsákfalukban, bárhol gyakorlatilag nagyon kulturálatlanok. És azt gondoltam, hogy ha ezt most megmutatjuk az itt lévő közönségnek, akkor azt reméltem, hogy hát ha elgondolkodik rajta, hogy mit tudna ő tenni. Tehát magos hatalmakkal nem nagyon bízhatunk, ugye látjuk. Hogy mit tudunk tenni, hogy ne így folytassuk. És most mit akarsz? Mit csináljak? Rendőr vagyok. Te is abból élt, hogy az vagyok. Nem kéne mindig ezzel előjönni. Fontos szerep jut Hernek Ferike Faterjának, a falu rendőrének, illetve a feleségének, továbbá a polgármester titkárnőjének is. A környéken, 50-60 kilométeres körzetünkben vannak ilyen pici települések, ahová, hogyha ellátogatunk, már pedig el szoktunk néha-néha látogatni, akkor találkozunk sokszor ilyen helyzettel. És úgy gondolom, hogy ez egy felkiáltó jel is kell, hogy legyen a társadalomnak, hogy ez így nem jó, ez így nem mehet tovább, ez a műveletlenség, ez a tudatlanság, ez az informálatlanság. Tehát óriási szakadék van a társadalmunkon belül ez a réteg és a városban élő réteg között, és ezt valahogy ki kell egyenlíteni. Na, fogjad a szerszámodat, le itt a Marika! Az Isten takar már megint! Segíj, atyá! Az azért van, mert korábban már megdolgoztunk, érte, most meg nem tudunk. Háj János darabjában a karakterek, a nyelv, a közeg, a megnyilvánulások nevetségessége igencsak ismerős, mintha mindez a szomszédunkban történne. Vagy egyenesen nálunk? A Hernek Ferike Faterja című kultúrjátékot február 2-án szombaton 15 és 19 órai kezdettel láthatják még a Kamaraszínházban. Az egyik előadáson várhatóan Háj János a darab szerzője is megjelenik majd a nézőtéren. Kedves nézőink, ez volt a Múzsa január 29-i adása. Új műsorral legközelebb egy hét múlva, február 5-én várom majd Önöket. Viszontlátásra!